szönnyed, hiába hulla könnyed, hogy bizonságod erre, legalább azt köszönjed. A dominó játékos zenés estén gyorsan kiderült, Bordi András személyiségének egyedi stílus jegyei dalválasztásaiban, gitárjátékában is sikerre ítéltettek. Ez úgy alakult ki, hogy a zenét mindig szerettem, és megtanított a lépcsőházunkban lakó lány gitározni és énekelni. Ennek van egy külön történet, anyukám leküldött szombat délben a leveshez valamiért, aztán 2:30-kor jött utánam, hogy ott gitároztunk a lépcsőházban. És 15 évig tanítottam Földesi Margit kreativitás és készségfejlesztő drámastúdiójában. Ez a hosszú hivatalos neve, egyébként csak Margitnak hívják a gyerekek. És én ott tanultam meg ezeket a játékokat, és azt hiszem, hogy nem igazán készül az ember erre, hogyha itt bent meg tud maradni egy játékot szerető embernek, akkor azt én nagyon kedvelem és nagyon szeretem. Drágám a szíved is nagyobb, valóságos befogadói élmény a minden harsányságtól és mélabútól mentes, tehát igaz dalok interpretálásával előtűnt a szerzői gondolat, az értékőrző szándék is. Ezek ilyen gurulós helyzetgyakorlatok, elkezdünk valamit, aztán én hozzáteszem a magamét, aki kijön velem játszani, az szintén hozzáteszi a magáit, és ezt bár mikor eljátszhatjuk, sose lesz egyforma, mert a játékosok mások, és a játékosoknak más jut eszébe egy-egy mozdulatról, egy-egy helyzetről. A több száz szinkron a megszámlálhatatlan felolvasóest után a rendhagyó drámaórák mestere ízelítőt adott gyermeknek, fiatalnak, felnőttnek egy teljesen más műfaj rejtekajtóit kinyitva arról, miként lehet megtalálni a rést a még oly bombabiztos falon.